A videóton FC tiszteletbeli elnökének, Kovács Ferencnek a legurítása után Nagy Ádámé a fehérvári klub ifjú tehetségéjé volt az első labdaérintése a vadonatúj edzőközpontban. A beruházás első ütemében elkészült sportcsarnok és a két szabadtéri műfűves pálya a Felcsúti Puskás Akadémia és a videóton FC közös beruházásában épült fel. A 1,5 milliárdos költségvetés nagy részét a látványsportágakat támogató társasági adórendelet pályázatai biztosították. Simicskó István sportért felelős államtitkár szerint Székesfehérvár élen jár e lehetőségek kihasználásában. Székesfehérvári közösséget ki kell emelni, tehát meg kell mondjam, tényleg modellértékű az az összefogás, az együttműködés, ami történik a sportterületén, legalábbis amit én látok a sportterületéből ebben a vonatkozásban. Modellértékű és példaértékű. És azt látom, hogy más sportágak is egyébként ez irányba gondolkodnak, a kormány ugyanúgy támogatja egyébként a többi sportágat is. A két műfűes pályát magában foglaló sportcsarnoknak Székesfehérvár már a második otthona, eredetileg Felcsúton nyújtott edzés lehetőséget a fiataloknak, jobb kihasználtsága miatt költözött át a Sóstói stadion mellé. Székesfehérvár gazdagodott egy komoly létesítményrendszerrel. A fehérvári edzőközpont fejlesztése tavasszal folytatódik. Ami még hátra van, egy nagy 650 négyzetméteres öltöző, ami ki fogja szolgálni a teljes utánpótlást, az szintén a túloldalon fog elkészülni, és még el fog készülni 5 darab füves pálya. Dr. Cserpalkovics András Székesfehérvár polgármestere az elkészült beruházás kapcsán kiemelte, a város úgy gazdagodott egy kitűnően felszerelt labdarúgó bázissal, hogy ez Székesfehérvárnak nem került pénzébe. Szintén örömteli, hogy a csarnokot és a pályákat a város alacsonyabb osztályban szereplő klubjai is használhatják, ráadásul Székesfehérvár lakói is igénybe vehetik tömegsportközpontként. Szerencsére nagyon sokan sportolnak Fehérváron, és a nyitott tornaterem akció is nagyon sokakat vízbe ezekbe a bizonyos csarnokokba vonjuk ki, hogy egyszerűen már pályahiány, csarnokhiány volt, nem csak a foci vonatkozásában, hanem egy teljes fehérvári sport és utánpótlás vonatkozásában. Így most nagyon nagy öröm, és azt gondolom, hogy a labdarúgásnak lehetőség, hogy létrejött egy olyan utánpótlás centrum központ, ami kifejezetten a focit tudja segíteni. Az új edzőközpont lehetővé teszi a fiatal játékosok technikai képzésének fejlesztését. A Puskás Akadémia és a Videóton FC emellett 2013-ban szeretné növelni utánpótlás bázisát is, minél több gyermeket a labdarúgás felé irányítva.